Üdvözöllek! Nagyszerűen érzem magam. Egy kicsit fáradt vagyok. Ennyi. Mi az igazi neved? Harvey, Nestor Alexander Harvey. Hogy vagy? Good. Jól. Nagyszerűen. Hányszor jártál Magyarországon? Have you been to Hungary? Wow! Sokszor. Legtöbbet Budapesten. De soha nem jártam ezen a vidéken. A környéketeken még nem jártam soha. Örültem, hogy eljutottam Debrecenbe. What is it? Debrecen? Debrecen? Oké, értem. Mi a véleményed Magyarországról? Nagyon szeretem Magyarországot. Ezt egyébként gyakran kérdezik tőlem a magyar lányok. Azt hiszem, az emberek nagyon kedvesek. Minden nagyon természetes itt nálatok. What do you think about? Mi a véleményed a magyar lányokról? Ezt kell, hogy mondjam, nagyon szépek. Nagyon, nagyon szépek. Kötöttél barátságokat Magyarországon? Van néhány barátom Magyarországon a televíziónál. A legismertebb köztük a showman Hajdú Péter. One is a very popular a showmaster. His name is Peter Hajdú. Talán ő. Hogyan mondjuk Péter nevét? Hajdú? Hajdú Péter? Hajdú. Peter Hajdú. How was the Frisbee TV show? Hogy érezted magad a Frisbee műsorban? For you. Nagyon vicces volt, ő nem tud énekelni, de próbálta magából kihozni a legjobbat. Nagyon jó volt. This is best, so it's good. Vicky Csunáj. Elnézést. Vicky Csunáj, emlékszel rá, ugye? Ó, ne, ne. Szörnyű volt, nagyon szörnyű volt. A fiú énekelte a Vatislavot. Szörnyű volt, nagyon szörnyű. Ez egy rémálom volt. Hogyan lett a Vatislav című számod a Diszkópatkányok betétdala? Nos, a DreamWorks igazgatója, aki dolgozott a filmen. Oké, Spielberg asszisztense felhívott New Yorkban, hogy írjunk alá egy szerződést. Ennyi volt. Ők akarták, én is. Mondjál már valami sztorit a film forgatásról. Mondjak sztorit? Számtalan sztori van. Sokat gondolkoztam, hogy milyen sztorit mondjak. Nincs elég időnk, olyan hosszú lenne. Igazság, hogy túl hosszú lenne a válasz. Oké, értem. Mik a terveid a jövőben, a zene, illetve a magánéletben? A magánéletem. Munka, a zenei. Az új lemezem készen van. Elkezdtük Amerikában a bemutatását. Talán majd visszajövök Magyarországra néhány fellépésre is. Majd meglátjuk. Mit vársz a ma estétől? Jó szórakozást, jó bulit, semmi többet. Köszönöm az interjút, minden jót kívánok. Nagyon szépen köszönöm.